A Rigó Csőr király című előadást tekinthette meg több mint 400 gyermek a mai napon a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színházban. Sok éves hagyomány, hogy a teátron vendégül látja a környékbeli települések hátrányos helyzeti gyermekeit. Ezúttal a frissen bemutatott zenés mesejátékot láthatták a gyerekek a színház vendégeként. A környékbeli települések önkormányzatainak segítségével több mint 8 településről érkezhettek olyan gyerekek, akiknek élethelyzete nem teszi lehetővé a színházba járást. Egy sok éves hagyomány. Évek óta egy-egy gyerekelőadásra meghívjuk a környékbeli települések hátrányos helyzetű gyermekeit. Ez egy közös program, együtt az önkormányzatokkal készítjük ezt. Ők azt adják hozzá, hogy ide hozzák a gyerekeket, mi pedig az élményt, az előadást adjuk ajándékba. A zenés mesés darab nagy örömet okozott a gyermekek számára, amely az előadás színészeinek és a rendezőjének is fontos volt. Nekünk, akik a jövő generációját neveljük, színházi generációját is egy-egy mesedarabbal, nagyon fontos, hogy mindenkit megismertessünk magával a színháznak a formanyelvével. És hogyha ezek a kicsik, akik most itt voltak, egyébként lehet, hogy soha nem jutottak volna el színházba. Az előadás után a gyermekek ajándékcsokikat kaptak a földhivatal munkatársainak köszönhetően. Ezeket az ajándékokat a szereplők adták át, illetve a fiatalok így megcsodálhatták kedvenc szereplőiket közelről, és megnézhették a jelmezeket, bábokat.